Mennyire éhes? Hát az első reggelen vagyunk csak túl, egy reggelit hagytunk ki eddig. Nem ez a legnehezebb nap lelkileg, majd a hét közepén már majd húzósabb lesz. Csatlakozni fog az éhségsztrájk? Hát azért jöttem fel vidékről, Fadról. Azért jöttem föl, reggel hallottam a tévében, és menekültem föl, mondom, minél előbb feljegyek, hogy legalább lássam. Két ilyen sátor van, mind a két sátorban két-két hálófülke. Ez az enyém, az a Molnár Csabái. Valahol dugi keksz nincsen, hogyha majd, mit tudom én, szerde hát este meg. Már nagyon éhes hát lesz. Meg. Fel van jogosítva rá. Azt tudja, hogy most miért éhségsztrájkol Gyurcsány Ferenc pontosan? Hát a lényegében a... Ugyanazt tudom mondani, hogy a magyar nemzet érdekében. Miért pont ezt a regisztrációt választották ki? Mert ebben sűrűsödik össze, azt gondolom, szinte minden, amit gondolunk erről a rezsimről, mert ő ezt teszi, vagy teheti lehetetlenné, hogy leváltsuk azt a kormányt, amely kormánnyal nagyon sokan vitatkoznak, mert úgy azt gondolja, hogy tönkretett bennünket. Gratulálok maguknak, csodálatos koalíciósok! Hála jó Isten! Remélem minél többen a maradék hazáruló itt van most közöttünk. Maguk! El lehet magukról mondani! Nekünk nincsen követelésünk, mi azt szeretnénk, hogyha minél többen értenék meg Magyarországon, hogy a legalapvetőbb alkotmányos jogunkat veszik most el, hogyha minél többen értenék meg Magyarországon, hogy elveszik a lehetősége annak, hogy el tudjuk kergetni azt, aki oly sok kárt okozott nekünk. Amikor maguk tartanak valamilyen ilyesmit, mi mikor megyünk oda így randalírozni? Hogy nem jöttek volna? Maguk pedig jönnek randalírozni, és sose csináljuk ezt. Tényleg, maguk a tiszták. Gratulálok! Mi a kormánnyal itt nem foglalkozunk. Mi tudatosan a választókhoz akarunk szólni. Én nem gondolom azt, hogyha Jan Pállakként fölgyújtanám itt magamat, akkor ez a kormányt érdekelni, és még kevésbé érdekli az, hogy mit éhségsztrájkolunk. Hát mondjuk én nem éhségsztrájkolnék, biztos, mert én szeretek enni. És ezt megmondta elnök úrnak? Megmondta, amikor nevetett is, ő is rajta egy kicsit, igen, hogy én nem csinálnám, de hát ha ő ezt jónak látja, akkor csinálja. Ön csatlakozik az éhségsztrájkhoz? Le kéne fogynom legalább 10 kilót. Az éhségsztrájk addig tart, ameddig mondjuk. Megmondtuk a legelején, ez 7 napig fog tartani. Aki úgy gondolja, hogy komolytalan, annak azt tanácsolom, hogy jöjjön ide közénk. És nézze meg majd, hogy a harmadik napon még azt gondolja, hogy komolytalan. Ön miért nem éhségsztrájkol? Négyen öltöttek, hogy éhségsztrájkolnak. Hát más csinálnak. Mit? Dolgozni. De egyet. De egyet ért azzal, hogy éhségsztrájkolnak a pályásai? Ez az ő. Ez az ő. Tehát akkor nem. Ez mindenkinek a saját. Hát egy-egy napra, egy-egy órára a következő 6 napban én magam is itt leszek, és szolidáris leszek a kollégákkal. De mi nagyon kevesen vagyunk, 10 vagyunk a parlamentben, és meg kell osztanunk a feladatokat. Most a fiúknak jutott ez a feladat, nem hiszem, hogy nekik könnyebb dolguk lesz, mint nekünk a parlamentben. Akkor szabad elkezdeni, hogyha végig tudjuk csinálni, mi végig tudjuk csinálni. Molnár Csabával milyen volt aludni? Nem vele aludtam, egy szomszédos kabinban aludtunk, nem horkolt, hogyha jól emlékszem, vagy legalábbis nem hallottam, én egy órakor mentem el aludni, akkor még itt voltak 30-40-en. És ő horkol egyébként? Remélem, hogy nem zavartam őket. 5 órakor keltem, akkor még 20-25-en itt még mindig kint beszélgettek, úgyhogy 4 óra volt. Ha ennyit tudunk aludni minden éjjel, akkor nem lesz ezzel baj. Még egy földhöz ragadt kérdés, ugye sok folyadékot iszik, hova mehet vécézni? Van itt hátul egy mosdó, egy sátorban. Hát a zuhany nincsen, egy kis labor van meg víz. Fogat mosni lehet, bocsokodni kicsit lehet, és vannak nedves törlőkendőink, hogy egy alapvető higiéniát azért fent tudjuk tartani.